A Tarpai Népi Hagyományőrző Egyesület a beregi néphagyomány ápolására és további éltetésére 2016-ban létrehozott közösség. Fontos a helyi paraszti kultúra megismertetése a fiatalabb generációval, úgy, mint a kézművesség, a népi mesterségek, a népköltészet vagy az ünnepi szokások. Tarpa történelmi település, Esze Tamás szülőfaluja, a Kurusság őshazája, ha szabad ilyet mondani, és rengeteg sokszínű hagyománnyal rendelkezünk a történelmi hagyományokon túl. A Citera zenekar lassan 100 éves múltra tekint vissza, Szabó László tanár úr évtizedes munkája mai napig működik, jelenleg Fégemadár Citera zenekar néven működnek, és országos hírnévre tettek szert. Ezen kívül táncházakat szervezünk, mindenképpen szeretnénk a fiatalokat is belevonzani ebbe a körforgásba, a hagyományoknak, az értékeinek az átadásába, és hogy ők is tapasztalják azt meg, hogy ezek az értékek az emberek számára fontosak, és szükség van arra, hogy az ember egy kicsit a múltból táplálkozzon jövő fele. Tarpán szintén lassan évtizedes múltra tekint vissza a kurucnap, hagyományőrző nap, amely szintén a kuruc hagyományok éltetésére jött létre. Ezeken népi játékokat szoktak bemutatni, és a kuruc történelmi eseményeket próbálják meg színészek által bemutatni, helyi önkéntesek segítségével, és itt beöltözve kuruc hagyományőrző ruhába a jeleneteket bemutatják. Minden évben megrendezésre kerül a településen a Kuruc Fesztivál, ez május utolsó vasárnapját, szombatját szokta magába ölelni. Itt megjelennek azok a kulturális, gasztronómiai látnivalók, ami a település életében nagyon fontos, és ehhez tartozik még egy olyan kulturális program is, ami az ide látogatók számára nagyon fontos és nagyon tartós, maradandó. Tarpa Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti peremén közvetlenül az ukrán határnál fekszik, de ez nem mindig volt így. A település fénykora a 18. század elejére, a Rákóczi szabadságharc idejére tehető. Tarpát elsősorban szülötte Esze Tamás tette igazán nagyjá, aki második Rákóczi Ferencet felkérte Brezán várában arra, hogy álljon a második Rákóczi szabadságharc élére, legyen a szabadságharcnak a vezetője, és ennek érdemi elismeréseként később Esze Tamás brigadérosi ranggal ruházta fel, és a tarpai település 1708-ban hajdúvárosi kiváltságot kapott a fejedelemtől, ami a szabadságharc befejeztével az 1848-as szabadságharcig még élt, de akkor már ezek a hagyományok elkoptak. Tarpa mezővárosi rangját a trianoni békediktátumig megtartotta. A lakosság zöme mezőgazdaságból élt, és a község határában magas szintű gazdálkodást folytattak. Nagy jelentősége volt a tarpai hegyen a szilva, körte, alma és szőlő termesztésnek. Egészen korai adatok bizonyítják, hogy nagy mennyiségben főzték itt a jó minőségű tarpai szilva pálinkát. A hegyen már a 16. században működtek borházak és borospincék. Esze Tamás nevét köztéri alkotások, utcanevek, utcatáblák jelzik nem csak a tarpai településen, hanem itt a közeli településeken. Itt is itt van, ahol a hátam mögött áll születésének 300. évfordulója felállított életnagyságú szobra, amit Németh Mihály szobrászművész alkotott. Turisták nagyon szeretik az interaktív idegenvezetést, állatvezetést, szeretnek azokkal a hasznos információkkal tisztában lenni, amit esetleg még igazán nem tudnak, és az itt lévő idegenvezetés ezt megadja számukra, és innen elmenve sokkal több hasznos információt tudnak magukkal vinni, mint hogyha egy szürke kis felolvasásba kapnák meg az információt. A állatvezetésen meg tudjuk mutatni azokat a köztéri alkotásokat, amit a település, illetve a mindenkori kormány állított a településen. A legutóbbi olyan alkotásaink, ami Esze Tamásnak a pályafutását bemutatta a polgármester hivatal mellett lévő második Rákóczi Ferenc emlékparkban. Itt egy dombormű képsorozat formában mutatjuk be azokat az eseményeket, ami Tarpa híre szülötte Esze Tamás életéhez és halálához kapcsolódik. Ezt 2019 tavaszán adták át egy 8 millió forintos NEA pályázatnak köszönhetően.
A bíró Lajos szobrászművész által készített alkotás célja, hogy a település ezzel is méltó emléket állítson a múltnak, amely a jövő nemzedék számára is évtizedeken át példaként állhat. Én azokat a dolgokat szeretem átadni a fiataloknak, megmutatni, hogy azok az emberek, akik 300 évvel ezelőtt az életüket és a vérüket adták azért a harcért, hogy majd a későbbi nemzedék egy jobb életben élhessen, hogy egy kicsit érezzék azt, hogy milyen megtiszteltetés volt azért abban a világban egy kuruc katonának lenni. Én azt tudom minden ide látogató és hazai embernek üzenni, hogy őrizzék és ápolják azokat az értékeket, amit annak idején a kurucság ki tudott magának vívni, mert azért egy kuruc szív az mindig a hazáért dobog. A település folyamatosan fejlődik kisebb-nagyobb beruházások által. A Tarpai Népi Hagyományőrző Egyesület is sok tervvel rendelkezik a következő évekre. Ezek közül az egyik legfontosabb egy különleges közösségi tér kialakítása, amelynek az első lépésén már túl vannak. A Magyar Falu civil program keretében az ingatlan vásárlásba sikeresen pályáztunk, és egy olyan ingatlan sikerült megvenni, ami tájjellegű teljes mértékben, és ezt az ingatlan szeretnénk egy közösségi térként létrehozni, ahol a Citera zenekar próbálni tud kulturált körülmények között, illetve hagyományőrző eseményeket hoznánk létre benne. Hála Istennek ez a ingatlan egy nagy kültéri filagóriával, illetve kemencével rendelkezik, tehát akár gasztronómiai, hagyományos ételek elkészítését is szakkör, klub foglalkozások keretében át tudnánk adni az utókor számára. Egyesületünk jelmondata: értéket őrzünk, hagyományt ápolunk.